Szóval Cidáki Zsolttal fogok beszélgetni. Mikor kezdtél el filmezni? Filmezni az első filmszám elején nézőként voltam jelen, és ott megtetszett a film, a filmezés, és utána kezdtem el az otthonban a mentorom segítségével filmezni. És mennyire volt nehéz, rögös ez az út számodra? Eleinte bizonytalan voltam, nem is nagyon tudtam igazából, voltak elképzeléseim, csak nem tudtam olyan szintre megvalósítani, vagy kimutatni, hogy az filmszerűként megjelenjen. Aztán egy speciális filmes képzés Egerben rávilágított arra, hogy hogyan is kell ezt csinálni. Ott a speciális filmes módszer elsajátítását tanultuk meg egy héten keresztül. Hogyan születnek a film ötleteid? A film ötleteim az alkotócsoportom tagjaiból a speciális filmes módszer alkalmazásával készülnek, hogy leülünk, megbeszéljük az ötletet, kinek milyen ötlete van, és akkor lerajzoljuk az elképzeléseket, kijegyzeteljük, és akkor... És elő szokott fordulni az, hogy esetleg nézeteltérés van, vagy nem szoktatok egyetérteni valamiben? Elő szokott, másképp gondoljuk, vagy látjuk, vagy másképp akarjuk megvalósítani, hogy valaki azt gondolja, hogy ne így kezdődjön, ne úgy legyen. Tehát a történetnek a elmesélése, leírása, kitalálása, kigondolása már az is felveti azt, hogy mindenki másképp látja. Mi az, ami téged motivál a filmezésre? Motivál az, hogy ő megtanít egy filmkészítés, gondolkodni, rendszerbe szedni a gondolataimat, érzéseimet, és az alkotó közösségemmel együtt dolgozván találjuk ki a filmünket. Milyen módszerrel dolgozol? Van-e valami rituálétok, vagy különleges módszeretek, ami csak a tiétek, vagy hogy szokott ez zajlani? Hát úgy szoktunk dolgozni igazából, hogy ha akarunk egy filmet készíteni, akkor leül az alkotó, a filmes csoport, és akkor megbeszéljük, hogy kinek milyen ötlete van, mindenki tesz, hogy mindenki mond valamit, és akkor gyakorlatilag a legjobbat, vagy tehát a rendező által a legjobbnak véltet megvalósítjuk. Az eddig elkészített filmjeid közül melyik áll hozzád a legközelebb, és miért? A Boldog Esély című filmem áll hozzám a legközelebb, mert azt egy sérült alkotó táborban készíthettem egy másik sérült társamról, ahol kézműves foglalkozáson vettünk részt, én mint értelmi a legakadályozott, akiről meg készítettem a filmet, az meg egy vakember volt, és elmesélte az életét, és hogy a párkapcsolatában, és az, hogy hasznosnak érzi magát, hogy tud a mindennapokban megtalálja a tevékenységi körét, tehát dolgozik, és családja van, ezáltal egy új esélyt kapott az életben, és boldogan él. Mi a mondani valója, és mit akarsz közölni a filmjeiddel? A filmem, minden filmemnek az a lényeg, azt tartom a leglényegesebbnek, hogy legyen üzenete. Tehát rólunk, nektek, veletek, valamilyen formában mi rólunk megismerje a hétköznapjainkat, életünket, sorsunkat akár,
Tehát mindenféleképpen a speciális filmezés kapcsán egy olyan film születhessen, hogy ne a gyógypedagógiai könyvekből ismerjenek meg egy életutat, egy felnőtt embernek az kíséretét, hanem a filmen keresztül a mindennapokban, hogy hogyan élnek, mit gondolnak, erről szóljon a filmünk elsősorban. Tehát ezzel meg akarod mutatni elsősorban a valóságot, hogy ti tényleg hogy éltek, és nem sablonok szerint vagytok és szabályok szerint, hanem nektek is ugyanúgy megvan a saját életetek. Így igaz, a gondolataink, érzéseink, véleményeink, életünk, tehát a filmünkben mindenféleképpen ezt kell, hogy tükröződjön, és azzal kell, hogy az üzenete legyen, hogy rólunk szóljon, nektek. Mi az, ami említésre méltó, és legnagyobb öröm számodra a filmezés során? Az, hogy a Magyar Speciális Mozgókép Egyesület által kedvezményezett programokon való részvétel, itt gondolok az alkotótáborokra, a filmes, kőszegi filmes napokra, a filmszemle az éves kiemelkedő esemény, ahol filmekkel nevezhetünk, és amikor mások filmjeit megtekintve kapunk újabb motivációt, ötletet, lehetőséget arra, hogy miben lehetne még gondolkozni, hogy jó lenne azt filmvászon is látni. Tehát a filmszemle magyarul ötleteket és inspirációt ad neked. Így igaz. És mondjuk tudnál olyan eseményt mondani, akár forgatás, vagy bármilyen említésre méltó dolgot, akár egy filmes esemény kapcsán, ami nagyon meghatározó volt akár a tevékenységetekben, vagy bármi másban, így a filmezés területén? Igen, volt. Én például nekem nagyon nagy hatással volt a Magyar Speciális Művészeti Műhely által indított speciális filmes képzésen a speciális filmes módszernek a megismerése, hogy ott a segítő elsajátította a speciális filmes módszer lényegét, amely abban rejlett, hogy akkor a sérült alkotóval való filmkészítés lépésről lépésre hogyan lehet elsajátítani gondolatokat, kicsomagolva filmvászra felhozni. Te miért ajánlanád a speciális filmezést azoknak, akik még nem próbálták, vagy nem hallottak róla? Hát ajánlanám mindenféleképpen, mert a speciális filmkészítés vagy abban való részvétel megtanít gondolkodni valamiről beszélni, vagy filmmel készíteni, akkor egy nagyon jó közösségépítő hatása van, csapat szellemé formál bennünket, megtanít konfliktust kezelni, véleményt elfogadtatni, hogy lehet, hogy a másik is jól gondolja csak. Tehát együttműködésre tud inspirálni. Tehát minden olyan pozitív dologról tudok beszélni, amit átéltem az alkotói tevékenységeim során. Még egy kérdésem lenne hozzád, Zsolt. Mit adott neked a filmezés? Milyen hatással volt rád? Vagy van rád? A filmezéssel kifejezhetem önmagamat. Igazából megvalósíthatom tehát a gondolataimat, érzéseimet olyan szinten tudom nyilvánosságra hozni, amit ebben a művészeti ágban, a filmezésben találtam meg, mert ott nem egy adott koreográfia alapján elsajátított művészeti ágból mutatunk be valamit egy betanult dolog kapcsán, hanem az tényleg akkor születik, akkor van az alkotói folyamatban, és tényleg a végére egy olyan csodás dolog jön létre, egy film, amelynek a sikeréhez mindenki hozzájárult. Tehát
Tehát teljesen önmagad lehetsz a filmezésbe, és ez egyfajta szabadságot ad számodra. Így igaz. Köszönöm szépen a beszélgetést, nagyon inspiráló, tapasztalatdús és tartalmas beszélgetésen vehettem részt általad. Köszönöm szívesen. Szívesen megtisztelő volt, hogy felkértél. Nekem volt öröm.